Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Szentes Annó Plusz adását láthatják. A nyárhoz közeledve kettős időutazásra invitálom Önöket. Visszaugrunk az időben is, egészen az 1970-es évekbe, de évszakot is váltunk. Felidézzük a tél hangulatát a szentesi amatőrfilmesek jóvoltából. Elsőként Berkecz István alkotását láthatják majd. Berkecz István Mincenten született 1958-ban. Drahos István Európa hírű grafikus művész tanítványaként iratkozott be a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumba. Mesterei közé sorolja Ternei Bélát, Tokácsi Lajos és Katona Imre festőművészeket. A múlt rendszerben klerikális reakciós rokonsága és 56-os érzelme miatt sokszori próbálkozás után sem vették fel a képzőművészeti főiskolára, az iparművészeti főiskolára. A Hajdan volt Nívó díjas Szentesi Amatőrfilm Klubban több országos fesztivál díjas kisfilmet készített barátjával, a Néhai Szabó Árpáddal. 1975-ben mestervizsgát tett a címfestő, eredetileg címerfestő szakmából. Másfél évig tanított rajzot a Klauzál utcai általános iskolában. A Balázs Árpád zeneszerző és Oltyán Lajos tanár nevével fémjelzett Éneklő Rajok országos fesztiválsorozat évente változó emblémáit és színpadképeit készítette. Az ország számos városában szerepeltek kiállításon anyagai, sőt 2006 májusában Párizsban egy meghívásos kiállításon is bemutatkozhatott 13 másik ország művészeivel együtt. A film segítségével felidézhetjük a fél évszázaddal ezelőtti szentes hangulatát, s a mára már eltűnt épületek is felvillannak a most következő képkockákon, amelynek operatőre Szabó Árpád, rendezője Berkecz István. Thank you.
A második kisfilm alkotója Berkec János. A film női szereplője Csomány Mária, aki 70 és 74 között volt a Horváth Mihály Gimnázium tanulója. A Szentes élete régen, képekben, dokumentumokban portál a filmhez írott hozzászólásokból, az is kiderül, hogy a film a gimnáziumi szalagavatót követően 1974. februárjában készülhetett. Sokaknak szép emlék lehet a régi hinták látványa a ligetben. Berényi Katona József meghatározó tagja volt a Szentesi Amatőr Filmklubnak. Meghatározóak a dokumentumfilmé, hiszen fontos forrásanyagként szolgálhatnak a város közelmúltjából. A Szentesi Ortodox templomról, illetve a város határában álló termálkút fúrásáról készített filmjei kiemelkedő fontosságúak. Most egy olyan etüd következik, amelyben egy januári nap történései állnak a középpontban. Thank you.
Kedves nézőink, ezzel a mai Szentes Annó Plusz végére értünk. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Televízió honlapján, vagy a Szentes Film YouTube csatornán. Viszontlátásra!